Puskás Akadémia április 21-én vehette birtokába ezt a gyönyörű létesítményt, és azóta nem nyert még itt tétmérkőzésen. A Lombard pápa napra pontosan egy éve nem nyert idegenben bajnoki mérkőzésen. Rossz átadás. Cvitkovics indul meg. Cvitkovics, ez már lövő távolság, nagyon nagy passz, Szakályból! Vezet a Puskás Akadémia a 7. percben. Szakály Dénes találatával 1-0. Kenesei. Csilus, lövő helyzet Csilus fölé. Fagyas. Csilus. Csilus lövése? Na ez most már azért életerős volt. Csilus megint jól ismeri fel a lehetőséget, megpattan és a kapus kiüti. Csilus, megpattanó labda, szöglet. Nagyon-nagyon agilis a fiatal középpályás. Frizóni tolja kis Fagyasnak újra. Popin ugrik, óriási védés, Danilovics. Ez most egyenlítési lehetőség volt a 37. percben. Bogorovics küzd és elveszti a csatát. Ott a második gól, Tischler. Két egyéni hiba következtében két gólt tud szerezni a Puskás Akadémia. Popin mellé. Őrületes helyzet maradt ki. Kenesei rácsavarja, Danilovics látványos mozdulattal. Cvitkovics megjátsza Harsányit. Vissza. Cvitkovics mellé. 84. perc, Kenesei szabadrugása, és a fejes kapufa! Hihetetlen bal szerencséje van a pápának. Harsányi. Ott a helyzet, gól! Megvan a harmadik Puskás Akadémia gól, és megint a csereként beállt Sallai Roland. Tudta Bencés Miklós, hogy nem kell itt szép játék, de kell a három pont, és ez három góllal meg is van.